A vágányzár ideje alatt módosul a menetrend a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon. A Budapest keleti és Budapest nyugati pályaudvar közötti úgynevezett kör Intercity vonatok mindkét irányban csak Nyíregyházáig közlekednek majd. A közvetlen Intercity-vel történő továbbutazást nem tudjuk biztosítani Nyíregyházán egyik irányban sem. Az átépítés miatt az Intercity vonatok 15-20 perccel hosszabb menetidővel közlekednek Budapest felől a Püspökladányon túli állomásokra, illetve ennyivel korábban közlekednek Püspökladányig a keleti ország részből Budapest felé. A Budapest keleti Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal Miskolc és Nyíregyháza közötti szakaszán is változik a menetrend. A nyíregyházi IC csatlakozások és a kör IC vonatok rövidebb útvonala miatt. A Debrecen-Tiszalök vonalon minden második vonatpár menetrendje módosul, hogy a Debrecen-Budapest irányú IC csatlakozások minél több vonatnál megmaradjanak napközben. A Debrecen-Mátészalka vonalon is változik a menetrend. Debrecenben a fővonalon módosított menetrend alapján közlekedő IC vonatokkal csak az egyik irányban lehet megoldani a jelenleg egyébként mindkét irányban megfelelő csatlakozásokat. A módosított menetrend életbelépésétől viszont csak a fő utazási irányt részesítik előnyben a csatlakozás tekintetében. Hétköznapokon hajnaltól délig a Mátészalka Budapest irányba, délutántól pedig a Budapest Mátészalka irányba, vasárnap pedig egész nap a Mátészalka Budapest irányba lesznek rövid idejű vonatcsatlakozások. A Tiszalök Görögszállás Nyíregyháza vonalon a módosítások miatt a görögszállási csatlakozások megőrzése érdekében szinte mindegyik vonat menetrendje módosul, és több járat nem áll meg hajnalos megállónál. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy figyeljék az állomásokon kihelyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, valamint a hangos tájékoztatást. A módosított menetrend a MÁV csoport honlapján a vágányzári hírek között érhető el. Az utasok tájékozódhatnak a Vonatinfo alkalmazásban és a MÁV Direkt telefonos ügyfélszolgálatánál is a 061 349 49 49-es telefonszámon.